Sziasztok, kedves barátaim! Ahogy novemberben már meséltem, hogy elkezdődött könyvosztási maraton, és mondtam, hogy majd bemutatom könyveket, ma szeretnék bemutatni nektek könyveket. Ezek a könyvek nagyon hasznosok minden embernek a életébe, sőt, nélkülözhetetlenek, és több könyvet fogok bemutatni, de most bemutatom azt a könyvet, amelyiket elsőként én olvastam el. Úgy hívják ezt a könyvet, hogy Önmegvalósítás tudománya. De mielőtt beszélek könyvről, egy pár szóba elmesélek a szerzőről, Srila Prabhupádról. Srila Prabhupád egy indiai szvámi, egy lelki tanítómester, egy guru, aki 1965-ben eljött Amerikába egy teherszállító hajón, és a saját életét arra szánta, hogy megoszza az emberekkel a védikus tudást, amelyik az abszolút igazságról szól, és meg tud menteni embereknek az életét, vagy megváltoztatni az életét, megváltoztatni, megoldani minden élet minden problémáját. Ugye a Swamiji, vagy Bhaktivedanta Swami Prabhupád, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupád, ez a teljes neve, Indiában szádóként ismertek, az azt jelenti, hogy szent embert, ő egy lemondott rendbe élt, remete vagy szerzetes volt, és az ő életében egyetlen egy célja volt, ez visszavinni lelkeket Istenhez. A tanítványai meséltek, hogy ő nagyon együttérző volt, és milyen nagy szeretettel rendelkezett mindenki irányt, nagyon figyelmes volt mindenkihez, nagyon kedves volt, és a szívébe Isten irányi szeretetet hordozta. Gyakorlatilag az életével mutatta egy igazi példát, hogy kik az igazi szentek, és az ő szív puhasága, nyitottsága mindenki irányt, ez a szeretet, ez egyfajtából sugárzott. És ezért, mivel ő írta könyveket, amit nektek most ajánlom, minden, amivel rendelkezett, a tisztasága, amelyikkel sugárzott a tudatja, ez minden beleírt a könyvekbe. Hihetetlen szeretet, kedvességet, lelki erőt lehet tapasztalni, hogyha valaki olvas a könyveket, nagyon megpuhítja embernek a szívét, és megnyugtatja a tudatot, és ugyanakkor ember rögtön érzi változásokat az életében. Erről szólnak a könyvei, és Önmegvalósítás tudománya, amelyeket nektek most mutatom, első könyv, amelyeket én elolvastam. Ez egy ilyen gyűjtemény, itt 38 forrásból, a Srila Prabhupád könyvekből, beszélgetésekből összerakott könyv. Sok témát érinti a könyv, ezért nagyon jó, mert például mielőtt én olvastam a könyvet, sok minden más már összeszedtem, összegyűjtöttem tudást a fejembe, de nem volt teljes kép. Mert egyik könyv beszél egyik dologról, másik másikról, ugyanarról, de másik szempontból. Például egyik könyvben írják, hogy Isten ez egy személy, másik könyvben azt mondják, hogy Isten ez a ragyogás, a személytelen, valahol írnak, hogy reinkarnáció, valahol írnak karma, valahol írnak, hogy illúzió minden, valahol írnak, hogy nem illúzió, és mindegyik meggyőző volt, de nem tudtam összerakni a képet. És elkezdtem kérni, kedves uram, kérlek, adjál az áldásodat, adjál nekem olyan tudást, ami összerakja fejembe a polcokra a tudást. És mikor megkaptam Önmegvalósítás tudományát, nem gondoltam, hogy ilyen hatása lehet egy könyvnek, rendbe hozta mindent. Lélek a témát nagyon jó elemezi, akkor beszél Krisnáról és Krisztusról egy keresztény szerzetessel, Srila Prabhupád, másféle témákat, reinkarnáció, karma, szóval minden a fő témák, amit izgatja embereket, ez a könyv rendelkezik, és ami csodálatos, hogy
lehet érezni, hogy ez a könyv egy hiteles könyv, idézi sok szanszkrit verseket a védikus írásokból, ezért ember tapasztalja, hogy igen, ez egy hiteles, világos és tiszta. Embernek csak kitisztul a gondolat, és világos lesz minden. Ezért ajánlom nektek ezt a csodálatos, kedvenc könyvemet. A képernyő alján látjátok az én e-mail címemet, telefonszámomat, hogyha szeretnétek ilyen könyvet, írjátok nekem, telefonáljátok, lájkoljatok a videót, iratkozzatok fel a csatornára, nem sokára újra találkozunk, sok boldogságot nektek kívánok, Hare Krishna!